Egy orosz diszidens, aki a Moszkva és Washington közötti történelmi fogolycsere révén szabadult a börtönből, azt tervezi, hogy feleségül veszi barátnőjét. Sasha Skocsirenko és Szonya Szubotina nem köthetett házasságot hazájukban, Oroszországban. De most Németországban élnek, ott, ahol elismerik az azonos neműek házasságát. Sok politikai fogoly partnerét ismerem, mondja Sasha, főleg olyan nőket, akik a férjükre várnak. Többen az előzetes letartóztatási központban vagy a büntetőtelepen házasodtak össze. Ez lehetséges, és ez jogot biztosít nekik a hosszú látogatásokra, jogalapot teremt telefonhívásokra, rövidebb látogatásokra, mert a hatóságok számára a házastárs egy törvényes státusz. Nekünk persze soha nem volt ilyen lehetőségünk. Az azonos neműek házasságát, élettársi kapcsolatát 2020-ban gyakorlatilag betiltották Oroszországban, amikor Putyin keresztül vitte egy alkotmányos reformot, miközben meghosszabbította uralmát. A törvény kimondja, házasság csak egy férfi és egy nő között köttethet. Skocsirenko több mint két évet töltött rács mögött, mert tiltakozott Oroszország Ukrajna elleni háborúja ellen. Most, hogy szabadult, a pár Németországban kezdett új életet.